A két tannyelvű általános iskola után a kertvárosi óvoda is görögkatolikus fenntartóhoz kerül Máté Szalkán. Az erről szóló szerződést szerdán írta alá Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke és a város polgármestere. Hanusi Péter az elmúlt időszakot gyümölcsöző tárgyalás sorozatként említette, úgy fogalmazott, ez a változás nem csak a két intézményt érinti. A Máté Szalkaiak teljes közösségét érinti, hiszen látjuk azt, hogy a görögkatolikus egyház hittel és szeretettel olyan értékek átadását tervezi ebben az intézményben, amelyek eddig is a közösségünk fontos értékei voltak, most ezek tovább teljesedhetnek. A görögkatolikus iskola, ami ugye a kertvárosi óvodával szemben van, már ezt hűen tanúsítja. És nagyon örülök annak, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye az nem csak egy intézménynek az átvételében, adásvételében gondolkodik, hanem komplex egységként kezelve Máté Szalka köznevelési, közoktatási rendszerét. A tervek szerint hamarosan egy görögkatolikus bölcsőde is létrejön Máté Szalkán, amelynek alakja Noé bárkáját szimbolizálja majd. Az igény erre is nagy, hiszen az óvoda átvételéhez is hozzájárulásukat adták a szülők, az óvoda pedagógusok és a helyi egyházi személyek is. Felmerül a kérdés, hogy más felekezetű gyerekek járhatnak-e ezután a 4 évszak óvoda kertvárosi tagóvodájába. Sőt, szeretném megragadni a lehetőséget, hogy hívom őket, jöjjenek más felekezetből is, és nézzék meg, hogy melyek azok az értékek, amelyekkel mi szeretnénk a családokat, a gyermekeinket erősíteni és segíteni. Úgyhogy természetesen, mint minden egyes görögkatolikus intézményünkben, itt az óvodában is szeretnénk biztosítani minden más felekezet, vallású felekezetű kereszténynek, hogy bekapcsolódhatnak és részt vehetnek a nevelésben, az oktatásban. Az intézményi gyermekétkeztetés biztosításához állami támogatást továbbra is igénybe vehet az óvoda. A szerződés tárgya a dolgozók tovább foglalkoztatása is. Ennek érdekében az egyház olyan feltételeknek is eleget tesz, amelyek nem lennének kötelezőek. A most aláírt köznevelési szerződés 2021. szeptember 1-től 2026. augusztus 31-ig érvényes.